Zamecsik Péter a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tegnap volt a vádbeszéd, ugye ez ügyben, ma meg a védőit, jó hosszan, és mire jutottak? Hétfőket szerda, ez a három nap volt kitűzve, az ügyészi párbeszéd is egy igen hosszúra nyúlt tartalmas párbeszéd volt. Aztán ugye külön-külön lévén, hogy itt ugyan egy vádról beszélünk, de két teljesen egymástól elkülönülő tényállásról. Először az egyes vádpont, ez érintette Szilvási és Tóth urat, majd aztán a kettes vádpont, ez érinti Dávid Ibolya és Herényi Károlyt. Ez például akkor, amikor ez az ügy eljutott a nyomozásig, aztán a vádemelési szakaszig, ugye már akkor is beszéltünk arról, hogy ha most Szilvási vagy Tóth Károlya szemben az a vád, a gyanú, akármi, mikor melyik szakaszban jártunk, hogy ők mit mondtak egy sajtótájékoztatón, mit árultak el, és milyen CD-ket adtak ki a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjainak, az hogy jön ahhoz, hogy Dávid Ibolya egy teljesen másik sajtótájékoztatón milyen telefonbeszélgetést tartalmazó CD-t adott kinek, és az hogy jutott hozzá? Sehogy nem jön. És mégis együtt állnak ott a bíróságon. Igen, hát védő kollégám, illetve a védelem részéről ez egy felmerülő kritika vagy kérdés, most teljesen mindegy, hogyan fogalmazok volt, hogy vajon az ügyészség milyen megfontolásból ültette négy embert egy padra, két szocialistát és két MDF-es politikust. Hát, hogy mondjam, rossz indulatú pletykák arról is szólnak, hogy talán ez nem a véletlen műve volt. Nem igazán Dibola büntető eljárásra tartozik, de minden esetre rossz a kicsengése. Ami még ugye kérdés volt, és amiről viszonylag kevés szó esik, az ellenoldal itt polgári ügyek is folytak. Mind első, mind másodfokon a bíróságok egyrészt Almási Kornélnak, másrészt Tombor Andrásnak adtak igazat. Aztán a híradásokból kimaradt, és az ügyészség sem nagyon proponálta ezt a dolgot, hogy a Kúria, régebbi nevén a Magyar Köztársaság legfelsőbb bírósága mind a két marasztaló döntést hatályon kívül helyezte, és most nagyon leegyszerűsítve Dávid Ibolyáéknak adott igazat. Egészen pontosan azzal az indoklással, hogy azt tette adott helyzetben, ami tőle ott elvárható volt. Miről is szól ez a történet? Bedobnak egy demokratikus párt elnökének a postaládájába egy hanganyagot, egy ilyen CD-n. Igen, emlékszünk rá. És ezt meghallgatja. És hát azon arról beszélgetnek emberek, hogy különböző adatokat kell gyűjteni, terhelő adatokat, mert majd valami természetesen. Mert hogy van egy ellenjelölt, hát, ez volt Almási Kornél. És akkor ugye a kérdés az, hogy ebben a helyzetben hát mit választhatott volna Dávid Ibolya, ami mondjuk az ügyészség szája ízének vagy elgondolásának megfelelt volna? Nem is tudjuk, és a mai napig nem kaptunk erre választ. Tudni, itt két lehetséges döntés van. Az egyik, hogy a hatóságokhoz fordulok. Mit tett Dávid Ibolya? A legfőbb ügyészhez elment, és letette az asztalára ezt a hangfelvételt, és azt mondta, hogy tessék ezt kivizsgálni, hogy igaz, nem igaz, hogy volt, mint volt, és egyebek. Ezt felhívja például Stumpf Istvánt, jelenlegi alkotmánybírót, hogy ő is meg volt említve ebben a hangfelvételben, hogy István kedves, ez igaz? Lehet, hogy föl kellett volna hívni, ezt én nem tudom. A másik, ami ennél szerintem sokkal fontosabb volt, és ezekből a kúriai álláspontokból ez is egyértelműen kiolvasható, hogy a nyilvánosságra tartoznak ezek a kérdések. Hát ha valóban egy demokráciában élünk, akkor azt gondolom, hogy alapvető elvárás, hogy az emberek tudják, hogy mi minden zajlik a háttérben a színfalak mögött, és nem biztos, hogy ez egy megengedhető dolog. Hú, tudja, mit mondjam meg nekem, igazából nem Dávid Ibolya, és nem ehhez az, de ehhez az ügyhöz tartozik, csak nem a CD nyilvánosságra hozás, tehát nem ennyire konkrétan ez az ügy. Amikor Almási Kornél ugye kiderült, hogy ő szerepe, vagy róla beszélnek ezen a hangfelvételen, hogy ő az ellenjelöltje Dávid Ibolyának, aztán ő vissza is lépett, állítólag kényszerítették erre, ez már ennek az ügynek a témája, és akkor Almási Kornél többször nyilatkozott például nekem is, hogy volt egy X megyei MDF-es tisztújítás, ahol megjelentek Nemzetbiztonsági Hivatal jelvényével ellátott emberek, és egész egyszerűen az egyik jelöltet elrabolták. És akkor kész, itt csönd van. Erről tudunk valamit? Hogy ne tudnánk. Ha szegény Hofi Géza, ha élne ebből, egy ragyogó egész estés műsort tudna gyártani. A bíróság ismertette a rendőrségi nyomozás anyagát, a rendőrségi megszüntető határozat lényegét. Szóval egy,
Balla Györgyöt senki nem rabolta el. Kettő. A haverja jelentkezett nála este, hogy ő úgy gondolja, a gólya hozta a hírt, vagy igen, egyéb ilyen madár, úgy gondolja, hogy itt nagyon nagy baj van, és bujdokolni kell a hazában. Ezért aztán ez a két ember, elnézést, hogy mosolygok, mert nem lehet nevetés nélkül kibinni, ezért ez a két ember elkezdott hát a megyébe összes visszajárkálgatni, elmennek a Weekend házig, és ott tartózkoznak. Hát nem tudom, ezt tőlük kéne megkérdezni. Na de mi, anyukának, kitől féltek? Hát ezt megint nem derül ki. Tehát ezek ilyen homályba vesző gondolatok. Anyukával közlik, hogy egyébként elmentünk a Weekend házba, és ott leszünk. Anyuka aztán, hát Almási úr elmondása szerint fogalma sincs, hol a gyereke, dehogy nem, hát az iratokból kiderül, meg a vallomásából kiderül, szóval ez egy tragikomédia. És hol vannak a MBH jelvénye ellátott hát az sehol hablók? Nincs, tudnék, az pedig úgy történt ebben a komédiában, hogy ez az ominózus barát, ez már híreztelte magáról régen is, hogy ő egyébként titkosszolga. Hát mindannyian tudjuk, hogy a titkosszolga arról ismerszük meg, hogy ki híreszteli, hogy ő ott dolgozik. Köszön nem írja ki magára. Igen, na most hát a rendőrség még odáig elment ebben a nagy ívű nyomozásban, és le a kalapot előttük, hogy valamilyen fotókat beszereztek, és hát leírták, hogy a fotón kinagyították itt a galériát ennek az úrnak, igen, és ott próbálták beazonosítani, hogy ez a sasmadár, vagy nem tudom milyen igen, madár turulott, azonos-e, vagy nem, nem azonos. Tehát aha, ez egy ilyen mese, hát Andersen megirigyelhette volna a mese kitalálóját, mert sokat gondolkodik, se jut eszébe ilyen szép történet. Hát ez volt az az ominózus dolog. Egyébként zárójelben, ugye az iratok között, meg a bizonyítás anyagában tudhatjuk, hogy ez az elrabolt ember, és most ezt időzőjelben mondtam, másnap, hát Boros Péter volt miniszterelnök elmondása szerint, a legnagyobb támogatója volt a választmánygyűlésen Dávid Ibolyának, hát szemben. Tehát annyira elrabolták, annyira, hogy az elrablás a másnapján ott volt, ott a volt a helyszínen, igen. Tehát Balla György egy picit se rabolták. Hát el. Nem. Hát akkor még folytatás úgyis lesz a bíróságon. Lesz, igen, április 25-én várható ítélet. Már várható ítélet is? Igen. Na igen, hát erre kíváncsiak leszünk. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Önöknek is köszönöm a figyelmet, de nézzük, hogy milyen témákkal foglalkoznak a tét meghívott vendégei és a műsorvezető Bánó András. Szervusz! Szervusz, Olga, jó estét kívánok! Még mindig nálunk is téma a malév bedőlése, ahogy Pető Györgytől hallottuk a legújabb fejleményeket, mi most politológus elemző szemmel vitatjuk meg ezt a kérdést. Orbán Viktor évértékelőjéről is természetesen szót ejtünk, valamint arról, hogy miért beszélt Lázár János Berlinben arról, amiről Orbán Viktor egy szót sem ejtett Budapesten, akikkel a mai témákat megvitatjuk. Ceglédi Zoltán, Lánci Tamás, ő egy új tag itt a tétben, Mráz Ágoston Sámuel és Somogyi Zoltán. Köszönöm szépen, holnap este ismét várom Önöket, viszontlátásra!